csapadékképződést szeretnénk modellezni a laborban, méghozzá a hulló csapadékoknak egy egész érdekes fajtáját, a hóesést szeretnénk lemodellezni. Ehhez szükségünk lesz bunzenégőre, vasháromlábra, egy nagyobb főzőpohárra, petricsészében jégre, egy kanára és benzoesabra. A modell kísérletünkben a főzőpohár fogja jelenteni, illetve jelölni a légkört, és ebbe a főzőpohárba teszek szilárd halmaz állapotú benzoesavat, nem kell túl sok belőle, két kisebb kanálnyi mennyiség az elegendő, és ezt a savat fogjuk az égő segítségével melegíteni. Bunzen égő segítségével fogjuk a benzoesavat melegíteni, a hő hatására a sav először folyékony, majd pedig gáznemű halmaz állapotba fog átmenni. A főző pohárban, ahogyan elpárolog a sav, őt itt felül vissza kell hűtenünk, ugyanúgy, ahogyan a légköri pára is a troposzféra felső részén az ott uralkodó hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően lehűl és kicsapódik. A kicsapódást fogjuk majd tapasztalni úgy, hogy a benzoesav az üveg szélére, oldalára, aljára hókristályszerű formát öltve kicsapódik. Előre felhelyezem a jeget a főzőpohárra, és meggyújtom az égőt. Kicsikét várnunk kell. A főzőpohár oldalán pára keletkezik, ez még a labor levegőjében megtalálható vízpára, ez hamarosan innen eltűnik, és látni fogjuk, ahogyan a benzoes sav szép lassan folyékony, majd pedig gőzhálmaz állapotba megy át. Fel fog emelkedni a pohárban, fent pedig a jég őt visszahűti, és reméljük, hogy itt a pohár oldalán ki fog válni. Hogyha a főzőpohár mögé sötét hátteret teszünk, jelen esetben a pólómat, akkor még szemléletesebben bemutathatjuk a savból képződött kis hópihéket a pohár falán.